estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. A panel rengetegek tövében meg annyi kiskert található. Ezeket a színes területeket látva a Fehérvár Médiacentrum versenyt indított még májusban. Azóta az eredmény is megszületett, a következő percekben mutatjuk Székesfehérvár legszebb panelkertjeit. A Fehérvár Média Centrumot megihlette a panelek udvarán található meg annyi színes kompozíció, és az ihlettől vezérelve versenyt hirdetett, hogy kiderüljön, melyik lakásegyüttes büszkélkedhetett a legszebb kiskerttel. Ha önöknek is hasonló kertje van, ne habozzanak, küldjenek róla fényképet. Ezzel a felhívással startolt el május 16-án az a fehérvári verseny, ahol a panellakások és társasházak tövében gondozott kiskertekkel lehetett nevezni. Tulajdonképpen hasonló elgondolás alapján született meg, mint amit tavaly évvége táján szerveztünk adventkor, ez az adventi koszorú szépségverseny. Szerintem az a lényege ennek, nem is a győzelem, hanem a részvétel. Az, hogy ötleteket merítsünk, hogy kicsit körülnézzünk, gyönyörködjünk egymásnak a munkájában, akkor ugye az adventi koszorúkról, a saját készítésűekről küldhettek be felvételeket. Szerintem igazából nagyon sok ihletet lehet belőle meríteni, és most pedig a panelházak tövében gyönyörködhető kiskerteket szeretnénk egy kicsit egymással megversenyeztetni. A lényege az, hogy bárki, aki gondoz egy ilyen kiskertet, vagy csak van ott a házuk tövében, és a szomszédnéni szépítgeti, de nagyon büszkék rá, és örömmel nézegetik, azok beküldhetnek róla egy fényképet. A megmérettetésre 24 panelkert regisztrált. A nevezési határidő lejárta után a háromtagú zsűri útnak indult, hogy bejárja az épített lugasokat. Regős Dóra, Németh László és Tegerval Tibor más és más szempontok alapján vizsgálta az ágyásokat, így biztosítva, hogy a kertek legjobbjai mind esztétikai, mind szakmai szemmel nézve megérdemelten álljanak a dobogóra. Én azt gondolom, hogy az igazán szép kert harmonikus, gondozott, gyommentes, és valamennyire a tulajdonosának akár az egyéniséget tükröződik benne. Legyen különleges. Inkább így gondolom. Okay, milyen szempontok alapján lehet zsűrizni egy kertet? Hát lehet a fajta választék alapján, hogy milyen virágokból áll össze, mennyire díszes, mennyire díszít az év minden szakaszában, vagy csak koratavasszal, vagy esetleg csak késő ősszel, vagy akár egész évben díszét jelenti, akár egy háznak, egy épületnek, egy parknak. Óriási épületek között vagyunk, az adott területnek a fekvése, a mérete, ugye a talajadottságok sem ideálisak, tehát igazából itt ilyen sivatagi, félsivatagi körülményeket kell oázissá varázsolni, ami azért nem könnyű feladat. És ugye ilyen szemmel néztük végig a zsűrizendő kerteket, és hát nagyon érdekes összképet láttunk, nagyon-nagyon sokféleség, ez így látszik, tehát rengetegféle növényt láttunk, és nagyon sok lelkes embernek a munkáját tapasztaltuk. Szempont volt a zsűrizés során az összkép, hogy valamilyen egyéb funkció a látványon kívül megjelenik-e, illetve a gondozottság, igazából ez a három fő szempont volt, amit értékeltünk. Nagyon klassz, érdekes volt. A verseny valódi célja az volt, hogy bemutassák és díjazzák a legkreatívabb, legszebb megoldásokat, ezzel inspirálva a versenyben résztvevőkön túl a most nem nevezett panelkertészeket is. A vetélkedő egyik támogatója Székesfehérvár városgondnoksága volt. Az ügyvezető igazgató méltatta a lakók munkáit, amivel hozzájárulnak a város szépítéséhez. Nagyon jó érzés, hogy ilyen nagyon sok közösség segíti a mi munkánkat, segíti Fehérvár közterületeinek a szépítését, és tényleg jó érzés, amikor járunk a lakótelepeken, járunk a házak környékén, és látjuk, hogy mennyire szép gondozott előkertek, gondozott kiskertek vannak a házak körül, tehát igazi otthonná tudnak válni ezek a lakóközösségek. Június 7-én este eljött az eredmény hirdetés ideje, melyet a Szent István Király Múzeum díszudvarán tartottak meg. A zsűri nehéz helyzetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a harmadik helyet kénytelenek voltak a Szedreskert 45-47-es számú társasház kertje, amelyet Varga Ilona és lakótársai gondoznak, és a Fáy András lakótelep 10/A alatti kiskertje között megosztani, amiről Kirchner Ferencné gondoskodik. A második helyen a Fáy András lakótelep büszkélkedett 2-es számú házának kertjével, amit Bors Józsefné tart kézben. Első helyezett a Sipos Éva és Sipos Jenő gondos keze munkáját dicsérő Budai út 74-78-as szám alatti kiskert lett. Kertjük különlegessége, hogy sikerült városi környezetbe egy kis erdélyi hangulatot csempészni,
Egyikükkel még a bejárás alatt sikerült találkozni, aki elmesélte a kiskert történetét. 2006-tól lakunk itt, Erdélyből topogtunk ide. Hát itt nem volt semmi körülöttünk, csak a nagy autógumik meg a mi, és akkor úgy gondoltuk, hogy majd egyet javítunk rajta. Na hát a idénre ez született meg, amúgy minden évben szinte így néz ki. Ami most a különlegessége, a férjemnek a kezemunkája, amit ő a kis szekeret, meg a talicskát, meg ezeket, amiket kitalálunk, asztalt, széket, természetes alakok itt délután itt szórakoznak. A virágok, köszönjük a városgondnokságnak, mert minden évben igénylünk kapunk is. A többit meg az az igazság, hogy a ház is kiteremti, tehát áldozunk rá, meg ugyan vigyázunk télen a virágokra. A díjátadón közreműködött a Virágzó Közösségek elnevezésű nemzetközi verseny két zsűri tagja is, akik elismerően szóltak Fehérvár lakóinak kertészeti törekvéseiről. A kertészet nem csak a növényekről szól, hanem azokról az emberekről is, akik ezeket a kerteket kialakítják. A lakótelepek sem pusztán falak, hanem épületek, amelyek közösségeket rejtenek. A kertépítés egy remek lehetőség ezen közösségek számára, hogy jobbá és szebbé tegyék környezetüket. A verseny helyezettjei az elismerés mellett a támogatók által felajánlott ajándékcsomagokat is átvehettek. A Depónia Nonprofit Kft., a Városgondnokság Kft., a Kendercsinek mezőgazdasági bolt, a Savör kávézó és cukrászda, és persze nem utolsó sorban a Fehérvár Média Centrum Kft. Ajándékaival térhetett haza négy dobogós kerttulajdonos. Tandembiciklizés bekötött szemmel, interaktív játékok, kulturális programok is vertek az érdeklődőket a Zicsirigetben az esély napon. A rendezvényen a fogyatékkal élők mindennapjaiban nyerhettek betekintést a résztvevők. Szent Kristófház gondozottjainak előadását is hallhatták azok, akik az Zicsirigetbe látogattak. Az esélynapot már negyedik alkalommal szervezték meg az esélyegyenlőség jegyében. Nemes alkalommal szerveztek esélynapot, hisz Székesfehérváron ez már negyedik alkalom. Miért szervezték, miért gondoltak arra, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen rendezvény? 2016-ban alakult az esélykör, ez a székesfehérvári fogyatékosügyi szervezeteknek a hálózata, és akkor úgy gondolták, hogy kell egy fórum, egy platform, ahol megmutathatják együttműködésben a fogyatékosügyi szervezetek mindenféle területről, hogy tudnak ilyen rendezvényt csinálni, felhívják a fogyatékos személyekre a figyelmet, és a legfőbb célja a szemléletformálás és a társadalmi befogadás elősegítése. Kik vesznek részt ezen a mai napon, mi mindenre számíthat itt az egész nap során, aki ide jön? Rengeteg sokszínű program van, mint ahogy minden no, évben, egy-kettőt emelnék ki, bekötött szemmel, tandembiciklizés, látássérültek által használt vakvezető kutyákkal való közlekedés kipróbálása, interaktív játékok, integrált játékok, kiemelt programok is lesznek a színpadoknál, ahol érintett személyek kulturális előadást is adnak, és villámrelaxáció is lesz. Most ugye a munkába állás, a fogyatékkal munkát vállalása az egyik fő téma, egészen pontosan hogyan lehet ezzel megismerkedni, hogy mire van lehetőségük azoknak, akik fogyatékkal élnek? Idén van egy tájékoztató sátrunk, a rehabilitációs tanácsadó segít a megváltozott munkaképességűeknek, de nem csak a megváltozott munkaképességűeknek, hanem azok a fogyatékossággal élő fiataloknak és szüleiknek, akik még köznevelési intézményben vannak. Információt kapnak, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen menete, hogy megváltozott munkaképességűek legyenek. Az idén ugye ezért is kapta azt a címet, hogy helyünk a világban. 2019 a fogyatékos munkavállalók integrációjának az éve. Számos színes programon vehettek részt az érdeklődők, többek között megismerhették a látássérültek mindennapjait, és néhány szót megtanulhattak jelnyelven. Milyen volt itt az ismerkedés a hallássérültekkel, mennyire volt nehéz megérteni a jelnyelvet? Nagyon érdekes volt, most próbáltam először, nagyon nehéz szerintem, és de emellett egy szuper lehetőség, hiszen gyógypedagógiát szeretnék majd később tanulni, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Hogyan indult a beszélgetés, milyen szavakat sikerült elsajátítani a jelnyelven? Egyszerűbb szavakat, például gyümölcsöket tanítottak nekem,
illetve számokat és járműveket. Szuper élmény volt tényleg. Hogyan indult a kommunikáció? Hol kellett elkezdenetek az ismerkedést úgy, hogy még nem is tudtad, hogy mi az a jelnyelv? Először bemutatkoztam ők is, és hát igazából minden gördülékenyen ment, hiszen tényleg nagyon közvetlenek és aranyosak voltak velem. Felkeltette annyira az érdeklődésedet ez a jelnyelv, hogy elkezdjed megtanulni, elsajátítani? Igen, abszolút, hiszen szeretnék segíteni az embereknek, és kaptam is kis papírt, úgyhogy valószínűleg jelentkezni fogok, és el fogok kezdeni a jelnyelvet. Idén újdonsággal a kerekesszékes kosárlabdával is megismerkedhettek az Icsi Ligetbe látogatók. Az idei évben először a mozgássérült kosárlabdázás is megjelent ezen a téren, és nagyon szeretnénk ezt bemutatni, hogy ez egy milyen klassz sport. Kihoztunk egy kosárpalánkot, itt ebből annyit tudunk bemutatni, hogy kosáradobálás, de igazából ez a sport ennél sokkal több. Együtt vagyunk, játszunk, tehát amikor játszik az ember, akkor megfeledkezik a bajairól, problémáiról, hátrányairól. Egymást úgy segítjük, ahogy tudjuk, akár azzal, hogy egy kicsit meglökjük, és így játékos formában is edzésbe tartjuk egymást, és egyre erősebbek és ügyesebbek vagyunk, aminek nagyon-nagyon sok hasznát vesszük a hétköznapokban. A sátrak egyikében a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs tanácsadótól kaphattak információt, segítséget munkavállalás előtt. 2019 a fogyatékos munkavállalók integrációjának az éve, ezért is lett az idei esélynap mottója helyünk a világban. Rehabilitációs tanácsadó, mentor vagyok, hosszú évek óta dolgozom fogyatékkal élőkkel és megváltozott munkaképességű fiatalokkal, álláskeresőkkel, aki hozzánk fordul egy ilyen személyre szabott egy kis beszélgetés után, hogy lássam azt, hogy mit szeretne, merre akarna elindulni, mi az, ami érdekli, és egyáltalán, hogy a háttérben milyen minősítése, komplex felülvizsgálati papírokkal rendelkezik. Ha esetleg nem rendelkezik, akkor hogyan lehetne ezeket elindítani, hiszen a munkáltatóknak a foglalkoztatáshoz kellenek dokumentációk, papírok, ugye, ami az ő foglalkoztatásokhoz szükséges, hiszen ezeken a papírokon vannak a kizáró, korlátozó tényezők, a munkavállalásokkal kapcsolatosan, tehát nagyon fontos, hogy ezt minden esetben lássuk. Hogyan lehet kerekesszékesként munkát vállalni, van erre lehetőség? Igen, van lehetőség a munkavállalás a kerekesszékeseknek is. A munkahelyre való eljutás az nagyobb probléma, mint maga a munkahely megtalálása, mert azért az államilag dotált munkák, munkaformák, azért azok már eléggé elterjedtek, tehát akinek olyan akadálymentes környezetben sikerül munkahelyet találni, akkor a bértámogatási formában azért erre megvan a lehetőség. Az eljutás az még nem egészen megoldott, tehát vagy magánúton, vagy különböző szervezeteknek a szállító járműveivel ezt meg tudják azért oldani, de jobb lenne, hogyha valamikor is az alacsonypadlós buszközlekedés kiszámítható lenne, és így el tudnának jutni a munkahelyekre is a segédeszköz használó mozgássérültek. Mire van lehetőség ennél a sátornál? Ennél a sátornál a saját és akik idejönnek hozzánk, fiatalokat, fiatal felnőtteket próbáljuk mindenfajta eszközzel egy kicsit lekötni, megmutatni azt, hogy az autizmus micsoda, az magát az autizmust. És próbáljuk egy kicsit híresztelni, a hírét emelni a klubunknak. Mit tud ez a klub, mivel várja azokat, akik autizmussal élnek? Egy kicsit összetettebb. Ebben a klubban a közoktatásból kikerült fiatal felnőttek, és amúgy felnőtteket is várunk, akiknek sajnos nincs más lehetőségük arra, hogy közösségben legyenek.
Lesser Gábor és szerzőtársai korszakos mesemusicaljét, a Padlást mutatták be az Arénában, az Imre Sándor Szeretett Színház előadásában. A jótékonysági est bevételét az Esélyegyenlőség Alapítvány kapja az Alba Triathlon SL jóvoltából. A Molvidi Arénában Presser Gábor, Stefanovics Dusán és Horváth Péter nagysikerű Padlás című darabját két előadásban mutatta be a Baptista Szeretett Szolgálat Imre Sándor Szeretett Színháza. A kortárs mesemusicalt szellemileg sérült és egészséges színészek előadásában láthattuk. Nagyon szép kezdeményezés, aminek a nyomán most itt a Mól Aréna Sóstóban a Padlás című egyébként fantasztikus darab kerül bemutatásra, de egy kicsit másként, mint ahogy adott esetben ezt megszoktuk. Nagyon nagy öröm, hogy az Esélyegyenlőségnek, annak hirdetésének és megteremtésének egy fontos állomásaként ez az előadás ide érkezett hozzánk Székesfehérvárra, és az is nagyon nagy öröm, hogy nem egy, hanem rögtön két előadás fog megtelni, sok százan fogják nézni ma a Padlást. Azt olvastam a színház részéről szinte mottóként, hogy ők azt keresik, ami összeköt bennünket, és nem azt, ami szétválaszt. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy ez a mai nap is jól mutatja, hogy valamiről nem csak beszélni kell, hanem tenni is kell érte. Azt hiszem, hogy most a Padlással itt azt látjuk, hogy tettek érte, és azt látjuk, hogy az is tett ért, aki most eljön, vagy jótékonysági része is, vagy élmény átadásának célja is, és azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és nagyon érdekes, hogy ez pont az esélynap után néhány nappal kerül megrendezésre, ami ugyanerről szólt, és nagyon jó látni most azokat az arcokat, akikkel ott az Icsiligetbe találkoztunk, nagy izgalommal jönnek, hogy megnézzék ezt a kis csodát. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni, és az integrációról nem csak beszéltünk, hanem tettünk is érte. Az esti előadás megtisztelte jelenlétével Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség helyettes államtitkára is, aki köszöntőjében kiemelte, a kormány mindent megtesz azért, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat minden formában segítse. Köszönöm Fehérvárnak is, Székesfehérvárnak is, hogy itt ezt a jótékonysági rendezvényt, a Padlás előadását láthatjuk mindannyian. Mi, mint a miniszterelnökség civil államtitkársága, mi a civil szervezeti támogatási rendszeren keresztül tudunk segíteni, és akarunk is segíteni, és már segítettünk is, ugyanis az Imre Sándor Szeretett Színház, akik ezt a darabot előadják, ők kaptak már tőlünk idén támogatást. Ezt akarjuk is folytatni, mert azt látjuk, hogy nagyon sikeresen mit csinálnak, és természetesen a miniszterelnökségnek van szíve azért a hátrányos helyzetű gyermekek vagy fiatalok, de nem csak a fiatalok, hanem idősebbek iránt is. A kormányzat többi olyan intézménye, akik esélyegyenlőséggel, szociális ügyekkel, családügyekkel foglalkoznak, ők szintén azért a maguk módján, egyébként még nagyobb összegben is, vagy jóval nagyobb összegben is tudják a hátrányos helyzetű honfitársainkat támogatni. Úgyhogy szerintem ez Magyarországon azért elég jól össze van rakva. Mi a magunk is civil területén segítünk, amennyire tudunk. Én ezt a színházat néhány hónapja ismertem meg, és rögtön úgy döntöttem, hogy a Gulyás miniszter úrnak ajánlom támogatásra, és úgy látom, hogy nem tévedtem, és ezért örülök, hogy a miniszterelnökség is itt ilyen értelemben meg tud jelenni, és támogatólag fel tud lépni. Nyilvánvaló, hogy ezek a civil szervezetek jó kezekben vannak, de mi mindent kell tenni a hétköznapokon azért, hogy valódi ünnep lehessen egy-egy ilyen esemény, ami eléri a célját, hiszen ez nem más, mint egy küldetés, egy misszió. Nagyon sok mindent tehetünk, amit mi próbálunk tenni, persze ez egy nehéz dolog, hiszen a civil élet az ugye egy hagyományosan nagyon független élet. Tehát itt néha az embernek az érzése nagyon helyesen egyébként, hogy a civilek azt gondolják, hogy kormányzatnak itt aztán végképp semmi keresnivalója nincsen, ezért ők nagyon jól el vannak, köszönjük szépen. És ez helyes is, tehát a civilek minél nagyobb önállóságát mi támogatjuk, és ösztönözzük. Egyébként azt is ösztönözzük, ha már itt vagyunk a Molvidi Arénában, hogy olyan értelemben is minél inkább lábra tudjanak állni, hogy adott esetben ugye a for-profit szférába is tudjanak támogatásokat szerezni, a saját maguk non-profit szférájába. Tehát először is ez adott. Ma Magyarországon több mint 60 ezer civil szervezet van, ami nagyon jelentős szám, és
Hát velük azért nagyon szerteágazó kapcsolatot építünk ki, és megpróbálunk különböző szakmai napokon és egyéb más ügyeken keresztül hozzájuk közel férni, mert igenis van jó civilség Magyarországon, nem összekeverendő azokkal, akik civil köntösben valójában politikai tevékenységet végeznek. A jó civilség, én azt mondom, hogy annak az az ismérve, hogy közösséget épít és értéket teremt. De talán ebben tudom a leginkább leírni azt, hogy mi a jó civilség, és azért ilyen nagyon-nagyon sok van. Tehát én rengeteget járom az országot, és azt gondolom, hogy ilyen nagyon sok van ma Magyarországon. Azt tudni kell még, hogy a kedves nézők is értesüljenek róla, hogy ugye a Nemzeti Együttműködési Alap, amit mi felügyelünk, ez a kormánynak a civil arca, civil alapja, az most már elég régóta működik, és több mint 10 éve, és eddig úgy volt, hogy minden pályázatot úgy nagyjából ott december környékén írtunk ki, idén január lett belőle, de most előrébb hozzuk októberbe, október 1-én már kírjuk a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy lesz rengeteg idő, több hónap, sokkal több idő lesz, mint eddig volt, hogy értékes, hasznos pályázatokat tudjanak benyújtani. Úgyhogy ezt tekintsék úgyis, mint egy felszólítás a kedves tévénézők, hogy tessék a Nemzeti Együttműködési Alaphoz pályázni október 1-től, és amit tudunk, megteszünk az értékes projektek érdekében. A rendhagyó színházi műsor alatt az Arany János Egymi ezredéves óvodája, általános iskolája és készségfejlesztő iskola tanulói is jelen voltak és fontos szerepet vállaltak a színészekkel karöltve. Az előadás teljes bevételét az ezredéves iskola sérült tanulói az Esélyegyenlőség Alapítvány javára ajánlotta fel a társulat, illetve az Alba Triatlon Ese. Ennek a napnak azt gondolom sokkal több jelentése és gondolata van, mint a támogatás. Azt gondolom, az a vége a történetnek. Én legfontosabb dolognak gyógypedagógusként is azt tartom, hogy most itt sérült fiatalok fogják megmutatni, hogy a művészet segítségével milyen értéket tudnak ők is átadni. A színpadon eltűnik a különbség ép és sérült között, csak művészek lesznek láthatóak. Az előadást a CERBON a Fehérvár félmaraton felkonferáló eseményeként harangozta be az ötletgazda szervező Alba Triatlon Ese, aminek keretében ugyanis szeretetfutást is rendeznek, ahol sérült, beteg és transzplantált emberek futhatnak majd egy kisebb távot. Gyakorlatilag egyébként maga ez az egész, hogy létrejött az előadás, ez annak köszönhető, hogy lesz a CERBON a félmaratonon egy szeretett futam, amelyen sérültek, és nagyon sok mindenki részt fog venni, aki valamilyen szempontból érintett ebben a körben. És azt gondoltuk, hogy legyen egy figyelemfelhívó kampány, ha szabad ezt így fogalmazni, erre az egész szeretett futamra, és akkor született meg az, hogy hát legyen akkor ez egy előadás. Legyen ez egy olyan előadás, amiben sérültek játszanak, legyen ez a padlás, ami egyébként egy fantasztikus darab, és legyen ehhez kapcsolódóan egy gyűjtés, egy jótékonysági előadás, hiszen hát az egész történet, ami most itt zajlik, azt mi az ezredéves suli alapítványának fogjuk felajánlani, és azt mondom, hogy akkor minden a segítésről szól, és minden arról szól, hogy felhívhassuk arra a figyelmet, hogy igenis van itt egy olyan ügy, ami mellé oda kell állni, és mi természetesen mellé álltunk, és mint Alba Triatlon nem volt más, és egyöntetően azt gondoltuk, mind a tagság, mind az elnökség, hogy igenis hívjuk létre, hívjuk életre, tegyünk ezért, természetesen ezekkel azért van munka, de azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amikor az izzadságos órák, azok mindent megérnek, és az, hogy ennyien itt vannak már most, és még hol van a kezdés, ez nekünk mindenképpen azt jelenti, hogy egy jó dolgot hívtunk életre, és valami fantasztikus fog ma itt történni. A művész élményeken túl ezen az estén is bebizonyosodott, hogy a sérült emberek átlépve saját korlátaikat és határaikat képesek arra, hogy értékeket közvetítsenek, és megerősítették, hogy a társadalom peremére szorulók rétege épp oly értékes és fontos, mint bárki más. A közös előadásokkal ledöntötték az előítéletek korlátját épek és sérültek között, közelebb hozták a fogyatékosok világát az épekéhez. Játékok során azt hangsúlyozták, ami közös, ami összeköt minket, s nem azt, ami szétválaszt. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!